A Terrasz Egyesület által szervezett rendezvény célja a vegyszermentes agrártermékek népszerűsítése. Az ilyen termesztésnél úgy szintén alkalmaznak növényvédelmi eljárásokat, ezek során azonban nem használnak mérgeket. Meg vannak hozzá a természetes ellenségek, természetes olyan növényi, illetve ásványi preparátumok, amiket tudunk, és illetve baktérium preparátumok, amiket tudunk használni a növények védelmére. A rendezvényen résztvevő vajdasági gazdák szerint nálunk a biotermesztők európai szintű támogatásban részesülnek, vagyis több mint kétszer akkora szubvenciót kapnak, mint a vegyszereket használó gazdák. A biotermesztésnél azonban a költségek nagyságrendekkel nagyobbak, és a támogatás sokszor egy évet is késik, mondták a BioFest résztvevői. Látszódik, hogy évről évre erősítik a támogatás szintjét. Sajnos annak a folyamata az nagyon lassú, nagyon hosszadalmas és nagyon nehézkes, de hát sajnos mi nem vagyunk olyan sokan, hogy el tudjuk torlaszolni az utakat, hogy ugye valamilyen nyomatékát adjunk a hangunknak, de hát sajnos ez van. Az idei rendezvényt egyébként egy IPA határon átnyúló program keretében sikerült megvalósítani.